Én ményakrákkal küzdöttem. Hát az volt a lényeg, hogy ugye nyilván megműtöttek, kivették a méhem, tehát nekem nincs méhem. Viszont a műtét közben elfertőztek húsevő baktériummal, ami szétrágta az egész hasizmomat, tehát ilyen 2 cm x 4 cm ekószegény részek voltak rajta. Én úgy szoktam mondani, hogy úgy néztem ki, mint a tarpista sajt, vagy ementáli, vagy nem tudom, hogy ez a lyukas. És hát ugye akkor 10 percen múlt az életem, és kifakadt otthon a hasam. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Hello Péter! Szia Attila, hogy vagy? Én teljesen jó vagyok, a helyzethez képest, ugye mindig ezt szoktam mondani, de nagyon jó a pólód megint. Fantasztikus szöveg van rajta, nem szürkének születtél. Nem szürkének születtél. És ki csinált ezt a pólót? Milyen márka? Hát ezt nem is tudsz más. Ebbe is alszol, ebbe dolgozol, mindent ebbe csinálsz egyébként. Jó, hogy az enyémet nem látjátok. Meg a tiédet. De majd megnézzük azt is. Ja. A megszólalt a vendégünk, ami egyébként nem baj. Egy fantasztikus hölgy a mai vendégünk, aki olyan energia bombaként érkezett ide hozzánk a bejárati ajtón. Én csodálkoztam, hogy fú, mert azért áruljuk el, hogy felvételről megy ez a műsor, és hát nem éppen reggel 8 óra van. De azért van benned energia, nyugodtan szólalj meg, most már teljesen mindegy. És alacsony vérnyomással küzdöm. Tényleg? Az hogy lehet? Nem tudom, 14 éves voltam először, amikor elvittek engem ezzel orvoshoz. De miért érezted, hogy valami nem oké? Hát összeestem. Ja, konkrétan. Konkrétan, 70/40 a rekordom. Az jó. 100 forint, nagyon nem mentem, csak amikor terhes voltam. Néztünk a múltkor egy ilyen magyarországi vetélkedő műsort, és ott az egyik párnak, az időjósnak a férje, Attilának hívták szintén, és a műsorvezető srác, a Balázs mondja, hogy na Attila, most megtudod, hogy milyen a 70/40 élni, vérnyomással élni, ráérős, tudod, olyan átgondolja a dolgokat. A múltkor a Rózsavölgyi Zsolti volt a vendégünk, Zsolti is úgy átgondolja, tudod, ő nem kapkod, nem ideges, viszont nálad, hogyha ilyen alacsony, és mégis ilyen hőfokon pöröksz, akkor ez itt van kettőzés rendesen. Igen, ez egy másik dolognak köszönhető. Ez egy másik dolognak köszönhető, de azért köszönjük, hogy eljöttél a mai napon. Megtiszteltél bennünket. Nagyon rövid kapcsolatunk volt egymással, hiszen annyit kérdeztem, hogy eljönnél a műsorba hozzánk, te azt mondtad, igen, mikor, hogyan. Igen. Én elmondtam, hogy a Péter elmegy, érted, elhoz ide a stúdióba, megcsináljuk a felvételt, és akkor ennyi. Azt mondtad, oké, rendben, akkor kicsit ott csúsztam, mert... Csak a Peti miatt. Miattam már nem is jönnél? Hát nem tudom. Átgondolnád, köszönjük. Ez jó beszélgetés lesz. Ez szeretlek, igen. De már pont ezt mondtam, hogy én, hogy a... Mi téged nem értünk meg, vagy nem érted a mi intellektuális szintünket, ami itt van fönt, mert mi azt beszéltük a kocsiba, hogy mind a ketten ilyen furcsák vagyunk, hogy na mindegy, ezt nagyon szar erről beszélget. Várja. Ezt a fajta humort értem egyébként, Péter. Noa Nikka vendégünk, szia Noa. Akkor most már figyelek rá, hogy miket mondasz, és akkor ugrok én is bármit mondasz, jó? Amiért eljöttél ide hozzánk, és amiért akartok, hogy egyre, te egy nagyon színes egyéniség vagy, nagyon sok mindent csinálsz, és minden produktumnak olyan a vége, amit kitalálsz, hogy az tényleg egy produktum, tehát az megvalósult, nem csak ötletek, biztos vannak olyan ötleteid, ami még nem valósult meg eddig, de amit látok az oldaladon, meg egyáltalán Google, amit kidobott nekem, azon látszódik, hogy igenis, hát fotózol, könyvet írsz, kiállításokat csinálsz, oktatsz, kitalálsz 1000 millió más dolgot, és mennek a dolgok, és ez jó. Igen, tehát általában, ha megnézi bárki a social médiámat, néha fél évre vagy évekre eltűnök, és nem posztolok semmit, de általában olyankor mindig valamit belekezdek. Tehát most nyilván egy könyvírás sem 2 perc. Uh-huh. Neked általában mindig tanulok, tehát hogy nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan képezzem magam. Néha bele vagy megyek egy olyan projektbe, ami tehát nagyon el tudok benne merülni uh-huh. dolgokban. És igen, tehát más még siránkozik, én addig azt szoktam mondani, hogy rátok verek 2 kört. ezt tanúsítottam, bár nem futottunk még együtt, de hát ki tudja, mit az a holnap. De végülis mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy abszolút nem keseregni kell. Senkinek nem egyszerű az élete. De tanulni, keresni a lehetőségeket, jó, persze, ez megint ugyanaz, amit
amiről nehéz beszélni, hogy én ilyen vagyok, tehát hogy én nagyon mélyre bele tudom ásni magam a dolgokba, és folyamatosan kutatni. Más azt sem tudja, hogy kell használni a számítógépet, pedig nagyon sok jó dolog van ott, amihez hozzá lehet jutni, és ami megkönnyíti az ember életét, és akár ugye a keresetét is, tehát a pénztárcáját is növeli. De jó, hogy ezt mondod. Hiszen a 21. században ez most már alapvető dolog, és hogyha lemaradsz, akkor nagyon lemaradsz. Ugye annó volt az ipari forradalom, és ugye nagyon sok mindenki nem tudott azzal azonosulni, fejlődni, ugye akkor sokan elbuktak. Én most is azt mondom, hogy aki nem tud a mai technológiai fejlődéssel együtt élni, az előbb-utóbb a kocsmába köt ki. Tehát egyszerűen muszáj fejlődni a korral, mert most már ez a jövő is. És tudom, hogy nehéz, sok mindenkinek nagyon nehéz, de én is megtanultam meg szerintem nagyon sok mindenki megtanulta. Tehát most engem azért internetezni, akkor 67 éves, most 80 éves nagybátyám tanított meg. Igen, drágám. 2006-ban, tehát ami azon annyira nem is volt olyan régen, ha azt veszük. Tehát hogy azért, mert akkor jócskán volt ugye internet, meg sokan használták is, mert Magyarországon is, és amikor ugye nekem úgymond az első számítógépen meg lett, tehát. De viszont már akkor egy amerikai cégnek dolgoztam, amit senki nem hitt. Persze multilevel marketing volt az egyetlen, ami fizetett. Hát nem nagyon akarom őket reklámozni, de a Global Domains International Alliance, és ott ugye domain neveket kellett értékesíteni. Tehát végülis nekem onnan is jött úgymond ez a későbbi weblap kreálós szenvedélyem, hogy azért szoktam weblapokat is. Igen, mert ha megnézzük az oldaladat, azért ez is egy profi, átlátható, nekem tetszik. Na, beszéljünk egy kicsit arról, hogy hol kezdted, miért kezdted, hogy még kerültél ide? Visszatérve, amikor én ide kijöttem Amerikába, és megvettem a Craigslistet, én a hajamat téptem. Úristen, mi ez? Hogy mennyire egyszerű? Egyszerű, ronda. Hát a mai napig nem sokat változott. Igen, és nem is értem, hogy ezt tudják emberek használni. Tudják azért, mert hány éve ott van, és ugye mindenki függő. És a legnépszerűbb, így van. Igen, függő. Most talán a Facebooknak a marketplace az jön föl, de azért tehát első dolog, hogy a kocsit, én is bevallom őszintén, kocsit akartunk venni, és mi volt az első Craigslist? Tehát nem is agyaltam máshol, és azért látod, ezt elérték, azért ez nem rossz dolog. Igen. De nekem az a kérdés, várjunk, hogy megnyomom a rossz gombot, nekem az a kérdés, hogy csinál... Miért? Megnyomod a rossz gomb, miért van jó gomb, és akkor jó kérdésed van? Igen. Igen. Na, a kérdésem az, hogy honnan csinál a Craigslist pénzt? A fizetős hirdetésekből. Van rajta fizetős hirdetés? Hogyne lenne. Persze, ha munkahirdetést adsz fel, vagy stb., akkor azok fizetősek. Ja, én még egyszer nem látom. Oké, csak azért nem tudom, mert tudom, hogy miből, a Google miből csinál pénzt, de a Craigslistből én nem tudtam eddig még kitalálni, hogy honnan van pénz. Honnan. De a Craigslist egyébként amerikai, ugye? A tulaj. Az tehát nem, az teljesen. Nem tudom, jó, ne is mondom. Az a neve, hogy Craig. Ja, igen, valószínű. És van egy listája. Ami igen, akkor kicsit kanyarodjunk már vissza egy Magyarországra, hogy te honnan jöttél? Én Ózról jöttem. Ózról jöttél. Mit tanultál? Mi akartál lenni még fiatal korodban? Hát cukrász. Cukrász? Végzettségem van, amivel elindultam. Azóta számtalan más. Igen, cukrászként végeztem. Ezek hogy jöttek az a számtalan más dolog az életedbe? Mindig valahogy kaptál egy jelet? Vagy unatkoztam. Unatkoztál? De mi a torták készítése közben, vagy iskolában unatkoztál? Nem, és dolgoztam a szakmámban. Iskolában unatkoztál? Vagy úgy érezted, hogy lehet, hogy nem ezt kellett volna elkezdened? Hát abban az iskolában mindent megtanítottak, csak azt nem, hogy kell normálisan süteményt készíteni. Azóta tudsz? Persze. Az volt az első iskola, illetve mi voltunk az első tanulói, tehát hogy az addig egy általános iskola volt, és utána lett ugye szakmunkás képző, illetve szakközép, és hát mi voltunk úgymond a tesztalanyok, úgyhogy... Akkor ezek szerint még kellett gyakorolniuk az iskolában, hogy valamit tanítsanak is. De mi az, hogy unatkoztál? Fiatal voltál, hát akkor is ennyi energiád volt, mint most, akkor gondolom, pörögtér, barátnők, kis koncert, nagy koncert, ide-oda. Betűnek a kocsiba, hogy én most 2019-ben, 18 és 19-ben 14 szakmát tettem le. Az nem piskott. És utána jött a Covid. Megállított téged is a francia. De nem, azon akkor ráértem volna tanulni. Ja, értem. Pedig 20-at akartál, nem? És mik ezek? Mik ezek a szakmák? Marketing. Tehát ez vírusmarketing, digitál marketing, social media marketing, tehát ugye ez pont, tehát nekem volt egy projektem, ugye a Shutter Derby,
én csak Sutyó Derbinek hívom, és hát ez nagy kudarc volt. Abban a szempontból, hogy nem találtam meg azt a csapatot, aki együtt tudtam volna dolgozni. Tehát például volt olyan, hogy a marketing, és az 700.000 forintot kért volna tőlem, és úgy, hogy ő elvileg Geszti Péternek volt a marketinges. Életem. Nem tudom, hogy Geszti Péteren már mit kellett volna hát ezért dolgoznak a Gesztinek is jó sokan. Persze, de hát neki jelenben marketing ügynökség van, szóval most már ő jóformán abból él, de most nem is az a lényeg, hanem ugye a Gesztin már nem kell mit befuttatni, és ugye meg volt hirdetve az is, hogy mivel hogy ez egy nemzetközi weblap lett volna, hogy angolul kell beszélni. Na most az illető hölgynek ugye meg volt a nyelvvizsgája, de soha nem használta, szóval így kapott a tudás. És onnantól kezdve úgy gondolta, hogy hát mivel magyar tulajdonú cég, hogy nem kell azt használni, csak bemutatni. Jó, onnantól kezdve, amikor megtudta, hogy startup, akkor megint azt mondta, hogy hát ő startupot nem vállal, hogy ő ezt befuttassa. Basszus, hát de mire gondolt? Hát egyszer marketinges vagyok, rossz feladatot, hogy befuttasd. Na mindegy, és akkor ugye ott volt, hogy számtalan csalódásért, ugye ez miatt, hogy egyszerűen nem találtam embert, és akkor ott voltam, hogy jó, akkor kezdjünk el tanulni. Ja, akkor te megtanulod mindazt, akit kerestél, ezért tanultál 12 szakmát, és akkor megcsinálod te egyedül. A pszichológia az érdekelt, úgyhogy így végül is az alappszichológiai képzést is letettem, és ugye ezekből írtam egy könyvet. Csak úgy megemlíted, azért tartsuk már a kamerához, hogy Péter kapta... Nem kell, vagy te csak beszélni, megvan. Péter kapta a vastagabb könyvet, én a vékonyabbat, bár lehet, hogy én nagyobb tudást szerzek ebből, mint Péter a vastagabb. Na, és akkor de azért a fejedben még mindig ott van ez a projekt, tehát ezt biztos vagyok benne, hogy ezt elindítod. Igen. De nem tudom, hogy... Hát ez hölgy egyébként, vagy férfi? Ez egy idősebb hölgy a borítókép. Mert úgy akár én is lehetnék így reggelente, amikor így fölkelek, és nem tudom bebalanszolni magam. Ebben a könyvben ugye a gyerekkortól kezdve teljesen a felnőtt korig az összes probléma. Tehát például mit nevezünk normának? Tehát mitől normális az, hogy egy fél éves gyerek mondjuk felül? Tehát hogy és tényleg mi az, amikor elviszed a gyerekedet, és akkor azt mondják a nevelési tanácsadók, hogy itt vagy ott, hogy ez nem normális. Tehát hogy mik azok a dolgok, aminek. Tehát végül is ez egy olyan kis okos, aminek ugye van egy magyar nyelvű változata, és azt akartam neked elhozni, ezt egy kis okos, csak nem találtam most otthon belőle példányt. De azért tegyük fel a polcra, hogy előbb-utóbb hozzá. De aranyosan köszönöm. Szóval az a lényeg, hogy abból is ugye benne van. Érintek ebben a könyvben is, de a szülői kis okosban is például ilyet, hogy autizmus, ADHD, akkor a Down-szindróma, tehát hogy ilyen általános ugye Általános, hát tud róla most már elég sok fajta ember. Betegségeket, hát némelyik nem is betegség. Na mindegy, szóval, hogy és ezekről írtam egy könyvet. Tehát amit úgy tényleg egy szülő, azt tud használni úgy teljesen felnőtt korig. Tehát például az LMBTQ-ról is van benne. De jó, ez jó. Csak azért érdekes, mert ugye elkezdtük a projektről, és akkor rátértünk hirtelen erre a könyvre, de egyébként még én Magyarországról lettem volna kíváncsi, de akkor hagyjuk Magyarországot. Nem, eljöttél. Volna. Nem, hát hogy unatkoztál, tehát nem is tudlak elképzelni, hogy te leülsz, és akkor basszgitár, hát most akkor mit kellene csinálnom? Tehát így, vagy nem úgy unatkoztál, gondolom, mint ahogy én szoktam unatkozni, hogy aztán majd történik körülöttem valami. Na igen, tehát pontosan ez az, amire mondok, hogy nem várom meg a sült galambot, mert ugye a sült galamb az nem repül. Tehát ezt meg kell lőni. És ugye pontosan ezért mondtam, hogy te még várod a sült galambot, én addig rád verek két kört. Szóval ez nyilván nem úgy értve degradáló vagy stb., hanem tényleg, tehát hogy ez semmivel nem több, mint amit mondjuk te meg tudnál csinálni. Csak te lehet, hogy éppen mással foglalkozol, vagy tévét nézel, vagy elnyaralod a pénzt, és akkor utána ott van, hogy nincs pénzed. Na, én inkább meg vagyok otthon, úgymond a négy fak között, az én kis intim szférámba. Dolgozgatok ott a kis stúdiumban, meg el vagyok a kis világomban, és beengedsz oda embereket néha? Az én ajtóm általában mindig nyitva áll mindenki előtt, de én nem nagyon szeretek senkihez sem menni. Milyen érdekes, nem? Hogy oda menjenek hozzád. Igen, tehát nálam ez mindig az volt, hogy én nem szeretek másoknak a terhére lenni. Tehát, hogy nálam, oké, akkor most mondjuk ki, tehát van egy kis autizmusom, ami hát ugye magasan funkcionáló autizmus, az Asperger-szindróma. Az Asperger-szindróma az végül is annyi, hogy nem nagyon vagyok közösségi ember, néha nyersamodorom,
És lehet, hogy néha bántó és sértő vagyok, uh-huh. ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy én téged bántani akarok. Tehát például ezzel is, hogy azt mondom, hogy rád verek két kört, ez nem azt jelenti, hogy én jobb vagyok nálad, vagy te itt se vagy, hanem az, hogy te igen, szedd össze magad, papi, és csináld meg te is. Mert te is képes vagy rá. Jó, hát holnap reggeltől edzek. Attila, te ismersz valami ilyen embert, aki hasonló? Igen, te nem. Tudom, hogy ezt... De most komolyan ismersz, hogy... Nem, hála Istennek nem. Nem ismersz, aki ugyanígy nyers... Mondd ki, hogy te vagy az. Nem, ugyan... Noéval beszélgetünk. Oké, de én azért idejöttünk a kocsiba, és milyen gyorsan eltelt ez a beszélgetés azért, mert mi megértjük egymást, mert ugyanazon a nyelven beszélünk, tudod? Ugyanazon a nyelven beszélünk, és... Miről beszéltünk? Én is ugyanaz, tényleg, nem bírjuk a hülye embereket, az... Nagyon-nagyon nehéz az, amikor tudod, hogy baj van veled, tudod, hogy valamilyen nem fogad el a társadalom, de egyszerűen nem tudod, hogy mi az, és keresed magad, és nyilván nekem a pszichológia az mindig az életemben része volt, de most, hogy jobban belástam magam, így ugye előjött, és nyilván meg is írtam a könyvet róla, de egyébként az ilyenkor felszabadító, amikor úgymond megvan a diagnózis, hogy fú, igen, és akkor oké, nem vagy egyedül, meg nem te vagy a hülye, hanem uh-huh. ez így megvan. És igen, tehát azért valamelyest neki is hullottak most le a kocsiba. Egy, uh-huh. ilyen, azok a bizonyos kövek, amik szoktak. Nagy kövek. Ő a Rolling Stone. De akkor a másik 11 könyv? Ugyanez, a marketing, a fotó, két fotós könyvet írtam. Na, kezdjünk már hozzá, mert kíváncsi vagyok ezekre a könyvekre. Ezt így most így átbeszéltük egy kicsit. Most, akkor most nem megyünk vissza Magyarországra. Még mindig? Hát azt mondod, hogy hagyjuk Magyarországra. Nem, én nem mondtam, hogy hagyjuk. Jó, akkor Magyarország. Tehát én az fogott meg, vagy az ugrott be nekem, hogy ez a unatkoztam, és akkor így elfoglalom magam. Tehát akkor egy ilyen öngerjesztő valamit csinálsz azért, hogy ne legyen az, hogy otthon ülsz tényleg, és akkor tévét nézel, vagy... Nem, nálam ott van, tudod, hogyha én belekezdek valamibe, és az nem megy. Például mit szerintem, most elkezdesz, nem tudom, taxizni, és nem megy. És rájössz, hogy nagyon sokan vannak, nem olyan a taxid, stb. Akkor azt én utána így eldobom, és akkor belekezdek másba. De én soha nem vagyok az, hogy akkor majd megvárom, még befut. Tehát ez lehet, hogy probléma nálam, hogy sokszor kapkodom, de viszont ha meg azt veszik, akkor viszont termékeny is vagyok. Tehát most is, ha nem veszik a könyvet, akkor belekezdek másba. Nyilván a könyv ez egy hosszú távú befektetés, tehát ez nem azt jelenti, hogy most holnap beszerle lesz, tehát 5 év múlva lesz. De valahogy azt érzem rajtad, hogy azért kapkodsz meg, azért nem várod meg esetleg a sikert, vagy nem máshogy csinálod, és akkor talán sikeres lesz a történet, mert lehet, hogy attól félsz, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy rövid az időd, úgy érzed, hogy 27 évesen majdnem meghaltam. Beszéljünk erről is akkor, jó? Igen? Ez így mond valamit. Ebbe is menjünk bele, mert ez is érdekel. Csak hogy úgy várod, nem az, hogy várod, csak az, hogy ilyen gyors siker, tehát kitalálsz valamit, nem? Nem. Tehát én ezeket a könyveket sem azért írtam, hogy na most én legyek a legnagyobb. Ja, nem úgy, persze. Vagy stb. Tehát nyilván bevételforrás, mert hát mindenki pénzből ér, a kenyér nincs ingyen. De úgy nem. Tehát tényleg csak annyi, hogy jó, alkossunk maradandót, meg egyébként nagyon szeretem tanítani az embereket. Tehát nagyon sokszor mondták azt nekem, ugye van egy hölgy, aki egyébként nagyon sokat jelent nekem, tehát én nagyon szeretem, de sajnos elég rossz körülmények között él. És ő mindig sokszor vágt azt a fejemhez, hogy mert én szuperwoman vagyok, mert én szupernő vagyok, mert én szuperfeleség vagyok. És mondtam, hogy nem, én nem vagyok szuperfelesége, nem vagyok szupernő, nem csinálok többet, mint amire bárki képes lenne, bárki más. És De akkor csak azt érzem, hogy akkor te olyan ember vagy, hogy ezt már mondtam másnak is vendégnek, hogy így megfogod az emberek vállát, és így rázott, hogy ember, gondolkozz már egy kicsit. Igen, tehát, hogy ezben is sokszor türelmetlen vagyok, és ez miatt is nyers, ugye, amit beszéltünk, hogy igen, tehát, hogy lehet, hogy ki lehetne tenni azt a töltött káposztát neked szépen tányérba, és akkor rozmaringgal meg díszítve, stb. A tányért, de egyébként a töltött káposztak fazékból is ugyanúgy töltött káposzta, szóval szedd már össze magad, és csináld, mert nincs idő arra, hogy én körbeudvaroljallak téged. És ez miatt ugye például sok volt a konfliktus.
aki nem így kezelte. Tehát, mint az a redverek két kört, ugye, hogy igen, de ezzel én nem rosszat akarok neked, hanem azt, hogy szedd össze magad, mert 5 perc alatt is. De miért érzed úgy, hogy másnak segítened kell? Mert kell. Nézz körbe. És gondol, hát persze, ugye most azt kérdezni, hogy gondolod, hogy tudsz az embereket föl tudod rázni, és tudsz rajtuk változtatni. És nem is, tehát most ez nálam az, hogy effektív, hogy a mindennapi jó cselekedetemnek meg kell lenni, de ez nálam nem az van, hogy én most fogom is ráderültetem magam, hogy na figyelj, most itt elkezdem analizálni a dolgaidat, és akkor hogy szedd már össze magad. Nem. Tehát általában azok az emberek, akiknek segítségre szorulnak, azok engem megtalálnak. És akkor segítesz nekik, elfogadják. Akár egy beszélgetéssel, akár kapcsolattal, bármivel. Tehát nyilván, amit tudok, tehát például ez a hölgy is, akiről beszéltem, ez egy remek író. És annyi de ezt lehetős, ő tudta? Hogy lehet, könyveket írt. De akkor miért keresett meg téged? Őt én kerestem meg, mert jelenleg a lakhatása is veszélybe van, és a gyermeke is veszélybe van, és az ő egészsége is. És jelenleg ott van, hogy az anyagi bevételi forrásuk az nem teljesen megfelelő, viszont egy csomó olyan dologgal rendelkezik, amiből pénzt tudna csinálni otthonról is. Ja, és te ezeket föltártad neki, hogy itt van anyukám, tessék, fölvetítem a falra. Így van. Kezd el a lépcsőket. Most már elég lenne nem siránkozni, és a többi, hanem összeszednél magát. Jó, és akkor ilyenkor van az, hogy az emberek egy bizonyos százaléka. Hát valaki rám csapja az ajtót, és soha többet és nem azt, nyitja rám. Igen, azt mondja, hogy noé, menj már, ne szórakozz velem. És közben meg egy tükröt mutatsz neki, tehát, hogy végül nem utasd már, mikor iszok, de mondjuk vizet. Persze, hogy víz. Hát nagyon érdekes. Na mi volt ez a 27 évesen? Oda kerültél majdnem a végéhez? Én ményakrákkal küzdöttem. Ha ezt így mondhatjuk, 26 évesen diagnosztizálták ezt nálam. És akkor hát az volt a lényeg, hogy ugye nyilván megműtöttek, kivették a méhem, tehát nekem nincs méhem. Viszont a műtét közben elfertőztek húsevő baktériummal, ami szétrágta az egész hasizmomat, tehát ilyen 2 cm x 4 cm echószegény részek voltak rajta. Én úgy szoktam mondani, hogy úgy néztem ki, mint a tarpista sajt, vagy ementáli, vagy nem tudom, melyik az ügykos. És hát ugye akkor 10 percen múlt az életem, ugye, és kifakadt otthon a hasam, és 4 nap után hazaküldtek a kórházból, és mentő vitt vissza. Ha a mentő nem ér be velem, és mai napig hálás vagyok a mentőseknek, szóval, hogyha esetleg néztek, puszi, köszi nektek. Imádlak titeket, majd egyszer még meghálálom. És tényleg az óvodai mentősök a legjobbak. Nagyon sokszor egyébként elgondolkoztam, hogy itt, ahogy közlekednek a mentők, lánctalpos tetű hozzájuk képes Schumacher, szóval egyszerűen mondom, én biztos, hogy nem éltem volna túl, ha itt tényleg ilyen az önkéntes mentő jön, mert legalábbis nálunk az van. Úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy akkor 7 centit érzéstelenítés nélkül visszavágtak, szóval azóta Kalit papámat, drága jó orvosomat, én csak hasfelmetszőcseknek hívom. Hát nem volt egyszerű, az sem. És megoldották. 10 liter geny jött ki a hasonlóan. 10 liter geny. Igen, hát azon ugye túl lettem, de aztán ugye kellett még 2 műtét. Hát ugye 42 napig volt nyitva a hasam, 2,5 méter géscsikkal volt minden nap kitömve, és ezt minden nap így húzták ki belőlem, mosták át a hasam betadinnal, meg hiperollal, és aztán rakták vissza. Hát most az nem volt egyszerű, amikor húzzák ki belőled azt a 2,5 méter géccsikot, amit beledet húznák ki. Én ezt tudom, mert most csináljuk úgy, mint a filmekben, nekem egy perforátorban nem volt, tehát ugyanezt átéltem, és mindig azt kérdeztem, hogy a dokitól meg mindenkitől, hogy mikor lesz már vége, mert annyira unok hanyat feküdni, hogy szörnyű. És attól függetlenül, hogy ateista vagyok egyébként, a buddhizmus, ha bár a buddhizmus nem vallás, hanem filozófia, ez nagyon közel állt hozzám, és például Buddhának volt egy valami ilyesmi hangzású tanítása, hogy a folyónak és a víznek a célja az óceán, a tenger, és nem áll az útját álló sziklákkal veszekedni, hanem átsiklik rajtuk. Tehát én is így voltam, hogy oké, ha most ez történik velem, meg letépik a cseppaszt, meg minden navasadról, és már nem marad bőröd a kezelés végére, de hogy most, ha hisztizek, nem lesz jobb, szóval egyszer majd vége lesz, és vége lett. Tehát valamelyest engem a buddhizmus segített. Tehát igen, és képzeljétek el, hogy Tibetből
egy Rinpoche áldásával egy kézzel készült rézbutha szobrot is küldtek nekem Magyarországra, és a negyedik műtétemnél ez bent volt az orvosom zsebébe. Wow! Ez jó. Volt. És onnan felálltál. Egy Amitabha Buddha, ami ugye pontosan az egészségért, tehát a gyógyító Buddha. Tehát akkor te is el tudod azt mondani, mint volt már vendégünk, akit elütött a vonat, hogy bárhonnan föl lehet állni. Persze. Az, hogy beszakadt a körmön, meg milyen kis hülyeségek. Nem? Igen, és tehát ilyenkor mondják azt, hogy nem vagyunk, pont erről beszélgettünk a kocsiba, hogy igen, és azt mondják, hogy mi gyorsbisok, nem vagyunk empatikusak, de pontosan ez az, hogy engem nem érdekel, hogyha most mit tudom én, pont később vitted le a szemetet, és elment a kukásautó, már máshol meg éheznek, szóval... Az valószínűleg nagyobb probléma, mondjuk, hogyha nem tudom, elveszted a munkád, és azt mondod, nem tudsz mit enni, akkor az valószínűleg jobban meg fog viselni, és oké, attól segítek rá, tehát bármikor, mint az, hogy na, letört a körül, mert... Uh-huh. Jó, értelek. Akkor Magyarország igazából ez így megvolt? Hát Magyarországon történt ugyanáig ez az egész műtét, és a többi. Én nagyon sokáig nem tudtam úgy dolgozni sem, és ráadásul a film nem is engedett dolgozni, szóval végül is ezért is volt az, hogy unatkoztam, vagy hogy mondjam. Uh-huh. Ja, most már értem. Uh-huh. És mindig akartam valamit csinálni. Szóval így fotózás az ugye ilyen 14 éves koromban már úgy megítetett. Nekem otthon van is egy Smena és egy Zenit fényképezőgép, ami azon ismerem. Kezdtem. Uh-huh. Még a pajtást akartam megemlíteni. Na, azon nem volt, Zenit nem volt, uh-huh. meg Smena. Hát azóta az a kisfiú is, akit az első bébi fotózásom volt, az is már azóta 20 nem tudom hány éves. Igen. Uh-huh. De hát nyilván otthon nem volt olyan lehetőség arra, hogy na most komolyabb felszerelést tudjál vásárolni, meg stb. Úgyhogy nyilván ilyen kisebb munkáim voltak még ugye Zalaegerszegen. Hát néniket kellett fotóznom Budoárban, akik egy bizonyos oldalra felkerültek. Uh-huh. Azért jó pénzt fizetett. Hát fiatal voltál, kellett a pénz. Jó pénzt fizetett, úgyhogy megcsináltam. Uh-huh. Úgyhogy, ja, és akkor nyilván, amikor ugye ide kijöttünk, akkor tudtam megnyitni az első stúdiót. Uh-huh. De akkor egyből tudtad, hogy ezt mindenféleképpen megcsinálod? Lesz-e stúdiót? Nem. Nem. Ez úgy jött, hogy Bánhalmi Norbi, szerintem Európa legjobb fotósa, nem tudom, ismered? Uh-huh. Ismerik, igen. Na, és akkor kijött hozzám, és akkor ugye úgy volt, hogy csinálunk egy ményakrákos kampányt, de hogy ilyen fotókiállítást csinálunk belőle. Uh-huh. Aztán de arra volt szó, hogy összeszedjünk, de hát ugye innen Amerikában azért nem olyan összeszedni embereket, mint mondjuk otthonról, és akkor ezt én lefújtam. Viszont utána ő megcsinálta ugye a merrákos kampányt, ami ugye a Palotában is volt. Kiállítás, mindegy, nem is ez a lényeg. De ugye Norbi is éppen hogy túlélt egy bizonyos dolgot, tehát ő is szembenézett, mert kezet fogott a halállal, meg ugye én is, és akkor ugye mondta, hogy meg ugye beszélgettünk ugye a fotózásról és minden, és akkor mondta, hogy de szerintem, figyelj már, az itt van két gyereked, minden, azt mondja, most akkor miért nem csinálod meg a fotostúdiót? Mert hogy ugye én szülinapomra kaptam papától egy gépet. Uh-huh. Papa a férjem, én meg a mama vagyok, szóval. Most ezt tisztáztuk, igen. Szóval kaptam a papától egy fényképezőgépet, és akkor ugye mondtam Norminak, hogy de viszont tett egy fényképezőgépem, és akkor mondta, figyelj, májusban jövök ki, összerakjuk a portfóliót, összerakom neked a weboldalt, mindent, szóval csináljuk. Uh-huh. És ugye akkor nyitottam meg. Végülis Norbi hatására nyitottam meg a stúdiót, és azóta folyamatosan, hol nemzetközi versenyeken indulok, hol stb. Szóval 2017-ben a milánói fotóférén kint volt a fénykép. Minimalista, és ez arra vagyok úgymond a legbüszkébb, mert az nagyon nehéz a milánói fotófélre kikerülni. Azért egy pára. Az a legnagyobb. Gondolom, egy páran jelentkeznek, és akarnak ott lenni. És az általában azért tényleg a legnagyobbak kerülnek ki. Uh-huh. És ezt elismerték valahogy neked? Hát ott van a stáblistán, a kiállítottak listáján a 2017-es fotófélre. Az jó. De viszont csak digitális képen lettem ki. Uh-huh. Ugye azt is egy versenyen nyertem. Uh-huh. Tehát nem nyomtatva került ki a kép, hanem digitálisan. Uh-huh, uh-huh. Ez egy, akkor ezek szerint ilyen digitális verseny jellegű volt? Vagy lehetett volna nyomtatva is? Lehetett volna, de az ott még nagyobb nevek voltak. Szóval. Uh-huh. Ott már nagyon nagy nevek igen, voltak. Igen, de hát ahhoz képest, hogy... De igazából nem hiszem, hogy féltél tőlük, vagy nem is volt benned félés, hanem... Nem. Én általában úgy megyek neki dolgoknak, hogy most vagy bejön, vagy nem. Tehát, hogy én nem... Uh-huh. Maximalista vagyok, az biztos, tehát... abból a szempontból tényleg, de
de úgy nem. Tehát ha nem sikerül, nem sikerül, tehát nem, uh-huh. nem az életem függ tőle. Az életed az teljesen mástól függ. Mi lenne, hogyha téged egyszer lekötöznének mondjuk egy hétre? Azért ott lenne azért kínlódás, nem? Éppen Petinek azt mondtam a kocsiba, hogy ha egyszer meghalok, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy valaki egy tárat engedjen bele az agyamba, mert folyamatosan pörög, és hogy nyugodtan tudjak pihenni a sírba, ahhoz muszáj. Szóval nem tudom, valószínűleg megőrülnék. Ez nagyon kemény lenne neked. Na, és akkor elkezdődik ugye a stúdió itt Amerikában. Na, tehát ezen kívül még ott van a könyvírás, és ezen kívül ott van a millió dolog. A könyvírás, ez csak annyi volt, hogy oké, megtanultam, és akkor írjunk belőle egy könyvet. És akkor oké, akkor ezt is megtanultam, ebből is írunk egy könyvet, szóval, ja. És akkor letettem ezt a Fitness and Weight Loss is meméne. És akkor abból is írtunk egy könyvet. Ott egy magyar srác lett a borítókép. Melyik? Ezt meg tudjuk mutatni, Peti? Melyik könyv? Ott van az Amazonon, meglátod, egy férfi has van rajta. Ja, igen, azt láttam, igen. Az nem a mi hasunk, a Péter, meg az én hasam. Oké. Okay. Az a sóstomé. Egy ilyen könyvet, amikor megírsz. Mit nevetsz? Inside joke. Amikor megírsz egy ilyen könyvet, ezt te rakod össze teljes formájában, vagy vannak azért szerkesztők, akik, vagy összevágják? Igen, a lányom. Igen, ő csinál, ő is ilyen, mint te? Nem, de ő jobban ért az ilyen digitális szoftverekhez, meg satöbbihez, mint én. És hát az hogy lehet? Hát úgy, hogy például jobban kezeli a Pages-t, mint én. Igen? És jobban formázza ezeket a dolgokat. Uh-huh. Tehát általában ő szokta így formázni, meg stb. Tehát és ebben például benne is van írva aztán itt az elején, hogy köszönöm Vasas Pálmának. Na de ez... Igen. Aha. Azt a könyvet nem is benne van. Azt nem is foghattam meg, mert azt eleve oda tudom, Petinek. Ó, de aranyos vagy. És figyuka, és de az, hogy, tehát például a lányod, meg a fiad mit szól hozzá, hogy anya ennyire pörög? Tehát, hogy ennyire fönt van a fordulatszám, te igazából egy ilyen Forma 1-es autó vagy, imádom a Forma 1-et, csak azért mondom. Hogy nem tudom, szerintem hívj fel őket is, kérdezz meg, de sokszor megőrül. Miért? Nem tudom, szerintem sokszor mondják az idegeikre. Igen? Hogy ding, 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 de azért valami csak örögöltek ők is, nem? A lányom az teljesen nyugodt, az olyan, mint az apja. Uh-huh. Az teljesen chill. Uh-huh. teljesen fiam, chill. Igen. A fiam, ő már egy kicsikét másabb, de ő meg csak a focit. Aha, hány évesek? Hát a fiam 18 lesz nem sokára, illetve wow. Jövő augusztusban. Uh-huh. De milyen foci, európai vagy az itteni amerikai? Európai, menni kell haza. Igen? Miért? Tényleg? És akkor, de otthon akar valamit kezdeni a focival? Uh-huh. Mi a cél? Válogatott akar lenni? Ha sikerül, akkor igen, de legalább a Bambi 3. De tehetséges? Van hozzá tehetsége? Szerintem igen. Írtál már könyvet a fociról? Nem. Hát akkor figyelj, itt a lehetőség. Arról majd ő fog. Tessék? Arról majd ő fog. Igen? És olyan, mint a két lebojáró lexikon, de persze csak a focit. Aha, életem. Hát most pont Magyarországot választottam, mindegy, ő tudja. Hát nem Magyarországot, Európát. Tehát na, most, az már mások azért. Hogy Magyarországon van a bázis, az tudom, hogy oda megy, ahova akar. De ő neki jobban be is jön Magyarország, mint Amerika? Ő neki most ez, nem akarok politizálni, de ez most ez az elmúlt 4 év, ez nagyon, nagyon megutáltatta vele Amerikát. Tehát ugye akár ez a, tehát az, hogy tényleg így ketté lett osztva kicsit Amerika, ez egy kicsit megviselte. És akkor a foci. De egyébként mi minden évben megyünk haza, szóval mert egyszer hazajutunk. Otthon szívja magába azt a kis közeget, gondolom lejárt egy-két edzésre valahová, nem? Hát ő az Espanyolban volt most focizni. Igen. Az akadémián, aha. Az RCD Espanyol, de Barcelonában. Hát de, hát akkor, ne, akkor nem megy a háromról beszéljünk, vagy NB3-ról. Hát hogyha... NB3. Hát de hogyha már ott edzett, meg ott készült. Most ő sem az az ember, aki, na most én vagyok az atya úristen, hanem szépen. Néha ez miatt szoktam egyébként úgy cseszegetni, hogy azért kicsit rakhatnám magasabbra is a lécet, mert hát tudom, hogy képes rá, de ő attól mindig. Mert hát 18 évesen azért már kell neki azért odafigyelni. Most leérettségizik, és ő megy is haza. Ennyi? El is dönt, akkor anyukájára hasonlít azért így döntésekben, nem? Na, most ott van lakása, úgyhogy... Életem? Hát akkor ott sok sikert neki, meg egy aranylabdát minimum, nem? Meglátjuk. Meg hát, tényleg büszke, hogy hívják? Viktor. Viktor.
kisdrágám, 18 éves, ja, előtte a világ. És ráadásul az összes kínai iridli már 8. hó 8-án született, és ez elvileg a végtelen szerencse. Igen. Szimbóluma. Azt mondják, nem tudom. Wow. De majd kíváncsi leszek a foci könyvetekre, amit megírtok közösen. Te nem? Te szereted a focit? Nem. Nem szereted? Yes. De... Nem tudom, hány... Komolyan. Hát ezen meccsen voltál, gondolom, és nem? És mondom, mi van? És semmi, gulácsi így, meg gulácsi úgy. Hát képzeld el... Hogy valami baja van, de nem. Mindig csak képzeld el, hogy én járok edzegetni, és judozni, és a lengyel fiúk mondták, hogy alkossunk egy foci csapatot, mert van egy lengyel kupa itt Queensbe. Uh-huh. És akkor hát elárultam nekik, hogy én otthon védtem, de én csak úgy védtem, hogy ilyen hobbi szinten, meg kispályán. Hogy basszus gitározol? És elmentünk, és megtudták, hogy magyar vagy, és mindenki mondta, gulácsi, ez jó volt, gulácsi. Szóval ő neki legalább bejött, de hát mondjuk tud is védeni. Jó, a többi témájú könyved miről szól? Mind, amit tanultam. Tehát a marketingről, a fotózásról, nem mindenről írtam könyvet. Uh-huh. Igen, ott most vannak. Látjuk. Uh-huh. Tehát például, igen, tehát írtam, hogy kutyakiképzésről. Hát, hogy Dobermant képezni kellett, tudod, megtanultam azt is. Jó, de mondd el, hogy azért, mert vásároltál egy Dobermant. Így van. De ezt elmondtam, amikor a Shutter Derby-ről beszéltünk, hogy vettem drágámat, kicsi bonitámat. De fiú, lány? Lány. Uh-huh. Fiú nem volt. Nekem meg mindegy volt. Csak igen? Fekete legyen. Csak fekete. Tehát akkor lehetett volna Schnauzer is, vagy bármi más, nem? Nem, Dobermant, csak fekete, nem barna. Ja. Tehát a Dobermann az ki volt lőve, hogy az kell neked? Persze. Minden fotósnak. De miért? Mert a legszebb modellek a Dobermannok. Igen? Olyan kecses, mégis erős. Így van, és nyertem is vele most. Uh-huh. Mit nyertél? Hát egy kurátori awardot kaptam. Uh-huh. 1%-ozó. Az 1x.com az egy olyan weblap, most nem nagyon akarom reklámozni, ahol kurátorok kezein megy át a kép. Uh-huh. És tehát azért elég nagy nevek is vannak, és azért ott, ha bejut egy kép, az nagyon jó. És eddig nekem, nem tudom, vagy 3 vagy 4 képem lett kikukázva, mire bejutott az első, és akkor ott voltam, hogy wow, és akkor utána meg Bonit, meg pont így, még awardot is kapott, és ez oldal 1%-a. De azért, mert nagyon jó szögbe fényképezted a nagyon szuper kutyádat? Szerintem az egyik linken megtalálható, majd szerintem megmutatja. Uh-huh. A Peti. Peti úgy vagy, feküdjünk, hogy a kutya. Vagy nem, vagy szépen lassan. Alfa Universe oldalon is fent van sok kép. Van egy. Igen, ő az. Életem. Ővel nyertem, és pont itt az egyik szem. Aha. Zseniális kép. Ezt láttam. Csak nem tudtam, hogy a te kutyád. Az én kutyám, kicsi bonitám. Uh-huh, ez meg az én kutyám. Nekem meg schnauzerem lenne biztos, mert hasonlít rám ugyanolyan szakállas, meg fekete, bár most már ugye fehéredik, de ez az én problémám. Mit szeretné még itt elérni egyébként? Hát úgy tűnik nekem, hogy amivel így tényleg elkezdesz valamit, az megy, és végén megcsinálod a csúcsot, a toppot, és akkor úgy abba hagyod, akkor elkezdesz valami mást. Hogy milyen célod van még? Nem tudom, tehát én úgy nem... Hát ez egy valami, illetve két valami, de az egyik az lehetetlen, a másik meg szintén szó. A számodra van olyan, hogy lehetetlen? Van. Nem mondod? Elárulod, mi az, vagy titok? Az egyik a Pulitzer-díj, a másik meg, hogy én legyek a Fehérház fotósa. Szóval most Adam Schulzra nagyon-nagyon így vagyok. Pikkelsz rá most, né? Hogy lehet oda kerülni egyébként a Fehérház? Na hát ez az, hogy nagyon nehéz. De tudod, hogy kell? Vagy hogy lehet? Sok-sok szerencse kell hozzá. Tehát például most, hogyha Bernie Sanders lett volna, ugye az elnök, akkor Jared Polin lett volna a fotósa? A fotósa, igen. Mert ő volt a kampány fotósa, ja, ugye, uh-huh. Bernie Sandersnek. Uh-huh. Úgyhogy igen, de így Adam Schulz. És elvileg Adam Schulz is szinte egy ilyen kampányfotózás közben, és úgy kérdezték meg, hogy na figyelj, te akarsz lenni Fehérház fotósa is. Nem mondod. És ez a fotósok körében hát biztos egy hatalmas nagy elismerés. Hogyne? De most gondolj bele, hogy Magyarországon lenne ilyen. Már hogy? Hát, hogy a kormánynak a hivatalos fotósa. Tehát itt is nincs. A Fehérház. Nincs ilyen.
Fia, most jelenleg semmi de, nincs. De figyelj, de figyelj. De hát, hogyha a fiat elmegy haza focizni, nem gondolkoztál még, hogy... Jó, hát most eddig is én voltam a fotós a fiamnak. De szóval nem a fiadnak, hanem a parlamentben. Magyarországon. De nincs ilyen. Tehát sőt, jelenleg most a sajtó is ki van tiltva. Hát de magyarázd meg nekik, hogy kell. Hogyha erre gondolsz, igen, Péter. De azt akartam mondani, hogy vagy, ha viccelünk erről, hogy most nagyon egyszerű dolgod lenne most a Fehérházba fotózni, mert csak azt fotóznak, hogy ja, megint fönn vagyunk? Ja, meg a WC-s dolgot. Hát, csak le legyen hang, érted, amikor ott eldurrantja magát. Azt a pillanatot kell lekattintani, amikor kinyitja a szemét. Na mindegy. És a Pulitzer díj, ami... Az fontos lenne neked? Azzal szeretnék hazamenni, de szerintem nem lesz meg. Let's do it. De mit teszel meg érte? Publikálok. Folyamatosan, és akkor... Jó, hát most egy pénztárcát látok, ami dollár van rajta. Ja, tényleg, tedd már be létszél, hogy milyen sajtókártyái vannak, vagy mutattuk már? Sajtókártyákat nem, azt most mutatom. Azért ez is nagy dolog, hogy ilyen sajtókártyákat kapsz, mert valószínű, hogy ez valami fajta elismerés. Tehát azért mindenkinek nem osztogatják. Nem. Nyilván itt azért membership-et kell vásárolni, és azok általában elég húzósak, de viszont például a New Jersey Press kártyához, és ugye az IFI kártyát is megpályáztam tavaly, és meg is kaptam volna, csak azt mondtam, a harmadik presszkártya van minek, és például ott is az van, hogy mennyit publikáltál az elmúlt nem tudom hány hónapban. Tehát, hogy az, hogy csak most van lóvéd, és mondjuk befizeted a membership-et, attól még nem lesz presszkártya. Tehát ahhoz tényleg le kell tenni az asztalra. És akkor megvan az határozó, hogy mi az, amit leteszel, hogy az jó, tehát, hogy mennyire... Ha már az újságban megjelenik, akkor az már jó. Az jó? Mert kellett nekik. Tehát például én is ugye szabadúszó vagyok, tehát nincs az, hogy most én ennek vagy annak fotózok. Tehát, hogyha most olyan dolgot látok, akkor beküldöm a New York Times-nak. Ez piszok jó dolog, és mered csinálni, az nekem azt tetszik. Én nagyon-nagyon szeretem az ilyen elkapott pillanatokat, tehát nem is egy jelent már meg így a helyi labban, tehát ott nálunk ugye a Paszkak Pressben. Én egyébként jobban szeretek dokumentarista portrékat gyártani, mint beállítottad, de a stúdióban is szeretek dolgozni. Ott van. Ez egyik. És akkor ez mire jogosít téged, hogy hova tudsz bemenni? Szinte mindenhová? Tényleg? Hát akkor ez egy baromi nagy... Backstage-be bárhova be tudok menni. Nem mondod. Így van. Akár kulturális esemény, koncertek. Persze. De a Rammsteinra mentem is volna, csak lefújták a Covid miatt. Azt mondod, hogy kodról megyünk. De mekkora, hogy Rammsteint mondod. De még a kártyákat tedd már vissza, légy, hogy nekem hát ez zseniális. Már ilyenkor jön az Attilának a dolga, hogy akkor, mint a fotósok, elmenjünk a jó csajokat segíteni, mi meg elmenjünk, amikor koncertek vannak, mi elmenjünk vele, szívesen tudod asszisztálni. Hát a dobozokat, meg az állványokat figyelj, valakinek vinni kell, de gondolom azért neked is van jó sok jelentkező, aki segítene ilyen helyzetekben, ugye? De amikor meg kell írni a könyvet, meg otthon küzdesz fölötte esetleg bármelyik igen. részénél, vagy az összeállításban, vagy a formájában, bármely. Meg a retusálásokban, meg stb. Abban nem sokkal. Mármint, hogy a nyilván a sajtófotókat, ezeket nem retusálod, de ugye a többit azt igen. Tehát, de hát dolgozol vele. Hogyne? Tehát azért utómunka, az azért rengeteg van vele. Hát gondolom. Rózsavegyi Zsolt is itt volt, ő is mesélte, hogy amiket ő készít, azért az tök jó dolog, hogy szép csajokat, meg szép fiúkat fotózgatsz, csak hát utána, amikor hazamész, és akkor van az a 2,5-5 nap, vagy akármennyi, most tök mindegy. Meg az, hogy nem nagyon akarják megfizetni. Tehát az, hogy bejöttek ilyen oldalak, mint a Snapper, meg stb., akik ilyen $150 órabérért is dolgoznak, és elmennek, és csinálják, de azok olyan fotósok is, tehát Peti, olyan gépekkel is. Nem figyelsz. Ja, én miért ne figyelnék? $150 ja. sorra, mindjárt elkezdett dobálni mindent. Igen, mert van egy olyan rész mindig a műsorban, amikor ugye a vendéggel beszélgetünk, és mondanak valami összeget, akkor úgy szoktam csinálni, mint az üvegtigrisben, tudod, amikor megnyerték a rendőrök a kaporos sorsén a pénzt, és szegény Gabó, ugye, vagy hogy hívták, meg elkezd dobálni, hogy egész nap erre várt, hogy ő is kapaljon egy millió. És ő előtte vették el. És ő előtte vették el. De viszont nem tudom, Zsoltival beszéltetek erről, hogy azért tényleg mennyi minden az, amiben belefektetek.
fizetsz pénzt. Igen. Tehát akár fotózásba, akár egy stúdióba. Tehát azért a stúdió lámpákat megvenni, azért egy profotó lámpa $2000 darabja. Uh-huh. És azért 3-4 minimum kell. Uh-huh. Akkor onnantól kezdve ugye a diffúzerek, a softboxok, stb. Akkor ugye maga a Photoshop azért az is $127 egy évente a fotós csomag. Akkor ugye maga megveszed. Akkor ugye csak százalas lámpák. Akkor ugye megveszed magát a gépet, amihez azért ott is kell memória, mert azért a Photoshop az elég gépigényes, szóval egy $200 laptoppal nem nagyon tudsz vele mit kezdeni, akkor ugye maga a Wacom tablet, amin ugye retusálsz, ami megkönnyíti a munkádat, szóval, és nem beszélve magáról, a kameráról. Miért néztél oda, hoztad magaddal? Mindig nálad van. Ezt akartam kérdezni, hogy mindig nálad van? Fotós vagyok, drágám, mindig nálam van. Jó, csinálhatsz rólunk egy képet. Oké. Okay. Na, Péter, de majd azt nagyon, főleg az enyémet nagyon kell retusálni. Hát dolgozni kell mind a kettőnként, de na, figyelj, ezek a barázdákat, de hát mindegy, ez már a korral jár, ez van. Hát, ez hihetetlen. Tehát mondom, ahogy megláttalak legelőször, és ahogy bejöttél, ez a kisugárzásod, ez a lendületed, és erre közled velem, hogy mennyi a púzusod, tehát ez valahogy nekem ez... Tehát most is lortul vagyok. Jó vagy? Jól érzed magad? De hogy úgy lent van. Tehát, hogy Azért jó egyébként, hogy ilyen emberekkel beszélgetünk, mert ugye, hogyha néznek bennünket, ezt el szoktuk mondani, hogy egy embernél akadjon be a történet, és azt mondja, hogy basszus, hát ő megcsinálta, én is megcsinálom. És látod, innen is föl lehet állni. Tehát pontosan ezt mondom, hogy ezt bárki meg tudja csinálni. Tehát most azért nem olyan nehéz dolog, akár egy könyvet is megint. Tehát ezért az Amazonon már ki lehet adni. És az Amazonból átveszik a többi nagy könyvesboltok. Tehát nekem 3 könyvemet, ezt is átvette a Barnes & Noble, a legnagyobb könyvesbolt Amerikában. Állj. Tehát úgy van, hogy te megírsz a könyvet, fölteszed az Amazonra, az Amazon formába önti, vagy kinyomtatja, vagy... Így van, tehát ahogy veszik, úgy nyomtatja. Ez tehát például... Akkor nincs az, hogy előre 50 000 példányt kinyomtasz saját zsebre, ami $124,000. Vagy kiadókkal alkudozol, aki 10%-ot ad, tehát itt 60-40 van. 60% az enyém, 40% az Amazoné. Hát figyelj, esküszöm, ez most azért nagyon jó, hogy ezt mondta, én biztos rajtam kívül mindenki tudta. De én ezt nem tudtam. De látod, pontosan erről beszélek. Az e-booknál meg 70-30 van. De pontosan erről beszélek, hogy csak fel kell kutatni az internetet. Tehát, hogy ezért mondom, aki tud haladni a korral, és fejlődni ugye az internettel, az haladni fog, és az pénzt fog keresni. Mert végül is, ha azt veszed, ez is egy internetes pénzkeresés. Uh-huh. És ugyanaz, hogy weblapokat is készítek, például a Covid-ban, azt tartott el. Uh-huh. Tehát Mi is kerestünk egyébként weboldalkészítőt. Annyi webáruház jóformán ja, soha életemben nem csináltam, mint a Covid alatt. De most az a könyvben megfogtál. Ez ügyes. És akkor, hogyha látja az Amazon, hogy pörög, akkor elkezdi nyomtatni, elkezdi küldeni. És gondolj bele, a te életedről is lehetne írni egy könyvet. És most nem kell az, hogy most te nem tudsz úgy írni, én sem tudok. Tehát, hogy ez is biztos, hogy hagy némi kívánnivalót maga után, de nem az a lényeg. Mindig vannak olyan emberek, tehát hogyha van pénzed, akkor vannak olyan emberek, akik egyébként olcsón átírják neked ízesebb szöveget, no, a történet ugyanaz. De tegyük már most, mondjad? Mindegy, mondjad. Mondjad, mit akarsz? Nem. Arról akartam beszélni, amiről eredetileg nem is akartunk beszélni, hogy azt mondtad, hogy ide mindig azt mondjuk, hogyha valakinél bejön a történet, igen, akkor az inspiráló valakinek, és amiről azt mondtuk, hogy az Asperger, amiről nem akartunk beszélni, és pont az, hogyha egy-két embernek, aki ugyanolyan dolgokkal, nem azt mondom, hogy szenved, hanem mondjuk a szenvedés? Igen, mert végül is nem tudod, hogy miért van baja veled, igen, a világnak. Igen. És akkor mindig ott vagy, hogy jó, ettől is pofont kaptál, attól is pofont kaptál, és akkor előbb-utóbb begubolzol a saját kis most ez vagy a lakás, vagy hát nyilván ugye te is a munkahelyed, oké, most DJ-zel is meg minden, de most, na, tehát nálam sokkal rosszabb a helyzet. Tehát, amit ugye mondtam az elején is, hogyha nem Petivel jövök, valószínűleg nem tudtam volna jönni, mert idegen a hely, nem ismerlek téged, stb. És ez engem frusztrál, hogy nem tudom, mi fog itt történni. Tehát őt ismerem, bíztam benne, és
így egy kicsit könnyebb volt feloldódnom, tudod? Uh-huh. De ha most csak úgy, tehát nem az van, hogy nem szeretlek, vagy valami, hanem, vagy hogy bántanám, vagy valami, hanem egyszerűen az, hogy tehát elmegyek hivatalba ügyintézni, és ez engem kikészít. Uh-huh. Uh-huh. Hogy ott mi fog velem történni. És például uh-huh. otthon csináltak egy olyan applikációt, direkt így aspergereseknek, hogy ott van egy fénykép, hogy mi történik ott, hova kell menned, mikor, mi történik veled, milyen papírok kellenek, milyen gombot nyomjál meg, hol van a sorszám, stb. Ne csinált, ez nagyon jó. Szóval ez jó. Tulajdonképpen ez nem betegség, tudod, mert persze. Mindenki betegségnek hívja, de ez tulajdonképpen az, hogy van a Windows operációs szisztéma, meg van a Mac-nek, és mi egy más operációs rendszeren vagyunk. Operáción túl vagy. Igen. És csak az a lényeg, hogyha ezt valaki, egy olyan ember látja, aki mint mi vagyunk, hogy oké, hogy... Hát de lehet, hogy nem is tudja, csak hanem azt, hanem most így említettétek ezt, hogy mindenki olyan furcsán viselkedik körülöttem, igazából velem szemben, akkor lehet, hogy el kell gondolkoznom, hogy lehet, hogy nekem is ilyen problémám van. De majd visszatérünk a könyvre, csak ezt persze, akkor fejezve, Péter. Persze, szóval, hogyha egy-két olyan embernek tudunk segíteni, hogy oké, várjál, hogy én azt gondolom magam, hogy zseni vagyok, de tényleg zseni vagyok, nem úgy mondjuk én magamra, hanem hogy mi tulajdonképpen egész, mert tudod ki az Asperger-es például a mit mondtunk? Elon Musk, és nekem, mint ezt, mit mondtunk, hogy én ugyanúgy beszélek, mint az Elon Musk, hogy azért, mert én már 3-4, és te is azt mondod, hogy pörgök, majd 3-4 gondolattal előrébb van, vagy én már megbeszéltem magammal ezt a beszélgetést, és már én egészen más van a fejem, csak az a szám nem tudja még kimondani, hogy ez a hogy a kommunikációs problémák vannak. Meg ugyanaz a nyers, az, hogy én nyers vagyok, hogy yeah. Te nem tudod, hát te meg hülye vagy. Érted? És mindenki, hogy én nem értem, hogy te miért nem érted, amit én értek. Szóval, és ez egy olyan frusztrál dolog. Na mindegy, szóval térjünk vissza. Vége. Jó, nem, én azért szerettem volna lezárni, mert lehet, hogy pont van egy olyan író, akár Magyarországon, vagy itt, aki elkezd írni valamit, és egyszerűen nem volt rá lehetősége, mert ugye mindenki mire gondol, hogy tényleg ebből 5000 darabot biztos, hogy ki kell nyomtatnom, akkor ez 18600 dollár, nincs ennyi pénzem. De most így mondjátok, hogy lehet, hogy mások se tudták ezt az amazonos dolgot. Tehát ez egy tök jó dolog, hogy akkor... Az volt az első könyvem, 2 évig, és már nem jelent meg, azért, aha. Mert nagyon nehezen... tudtam egyáltalán, hogy hol tudom kiadni. És uh-huh. Már ugye először nem is sikerült nekem sem az Amazonra felmenni, tehát ő regisztrálni. Aztán utána egy másfél év múlva próbáltam újra, és akkor sikerült. És akkor fölteszed a te formában... Egy PDF fájlt uh-huh. ugye fölteszel, ott ugye megvan az, hogy ugye ez 6x9-es, 6 incs, 9 incs uh-huh. nagyságú, és akkor ugye olyanra formázod. Na most nyilván én ehhez nem nagyon értettem, uh-huh. ebbe vett részt a lányom, hogy ő ezt így szépen leformázza arra a nagyságúra, és akkor úgy elmentjük PDF-be, felkerül maga pénzre, megtervezett hozzá a borítót. Borítót, ezt akartam kérdezni. Igen, és akkor uh-huh. onnantól kezdve ugye kész formailag, és akkor ott jóvá hagyod az Amazonnal, és akkor az onnantól kezdve 72 óra fent van. Tehát nyilván megnézik, hogy plagizáltál-e, vagy van-e uh-huh. valami olyan könyv, és akkor utána jóvá hagyják. És onnantól kezdve vásárolható. De jó, ez hatalmas. És ebből, de gondolom azért jó sokan viszik, azért valami csurokcsöppen, nem? Csurokcsöppen, inkább uh-huh. így fogalmazom. Hát de figyelj, de picit... Nem is hirdetem, tehát hogy az van, hogy nem hirdetem. Nyilván az Amazonon tudná hirdetni is a könyvet, de azért a legtöbb rész az olyan, hogy csak elviszi a pénzt, a kattintások, meg a stb. Uh-huh. Nem éri meg, nem tudod úgy optimalizálni. Na most nyilván ezért is volt az, hogy tanuljunk marketinget is, meg stb. Uh-huh. Meg ugye a Shutter Derby részéről, és akkor hogy írjunk belőle ebből is egy kicsi könyvet. Na most nyilván, tehát ugye például nekem ez is sokszor problémám, hogy nincs akkora ismeretség és baráti köröm, hogy mert nyilván, hogyha ezt így kiteszed, akkor jobban osztják, veszik, stb. Uh-huh. Tehát ilyenkor azért jobb, hogyha valaki egy kicsit besegít. Socialabb, mint én vagyok. De mondom, én ezeket végül is nem is azért írtam. Tehát a többit az csak azért, hogy jó van legyen. Ezek voltak a pszichológia, meg a szülőik is okosak. De azokra miért mozdulnak, vagy arra mozdulnak? Ezt többen veszik, igen. Tényleg? A pszichológia könyvet, meg hát a szülőik is okos, az most jelent meg, viszont ott viszont az a probléma, hogy nem lehet az Amazonra magyar nyelvű könyvet felrakni. Úgyhogy úgy tudtam megoldani, hogy spanyol
kategóriába raktam, viszont odaírja Spanish Edition, uh-huh. de hát nem az ugye, hanem magyar, és így uh-huh. nehezebben találnak rá. Uh-huh. Viszont igen. kiküldik Magyarországra, és meg stb. De most ez lehet megint buta kérdés, de azért megkérdezem, hogy a magyarországi Amazonra se tudtad volna föltenni? Magyarországon nincs Amazon, vagy, csak Németországban van. Viszont csak... az összes Amazonon lehet vásárolni. Uh-huh. Tehát a kóda az összes be elérhető, uh-huh. persze. Ez zseniális. És hogyha, Indiától kezdve mindenhol meg tudják vásárolni. És ha úgy pörög, akkor még az Amazon segít is abban neked, hogy esetleg nagyobb könyvkiadókkal összejönni. Hát eleve ott van, hogy amíg a feltöltöd a könyvet, be tudod pipálni, hogy szeretnéd, hogyha átvennék. Nyilván akkor más lesz az arány, de hogy szeretnéd, hogy átvegyék nagyobb könyvesboltok, és igen, tehát nekem is úgy vették, hát 3 könyvemet, ez köztük van. Zseniális. A Barnes & Noble. Ez teljesen. De beírod, hogy Nanik Books a Google-be, és akkor látni fogod, hogy tényleg a Google Books-tól kezdve mindenhol uh-huh. van. Angliai nagy könyvesboltok is átvették. És mikor lehet csinálni ebből mondjuk hangos könyvet? Amikor felolvasod egy mikrofonba. A Péter? Az vicces lesz. De lehet, hogy pont azért, figyelj, normálisan összevágva, lehet, hogy pont azért hallgatják majd. Ahogy én beszélek, az érdekes lesz. Meg ahogy elolvasod. Én, nem tudom, tehát egy könyvet azért szoktam én is olyan hangos könyveket olvasni, azért nem piskóta, tehát azért lendületből, mikor van egy könyv mondjuk 2-2.5 óra, és azt felolvasni, én csináltam egy-két ilyen hasonló dolgot, de azért az munkás. Mert nem is 2.5 óra felolvasni, mert... Hát ne, persze részekből rakod össze, de hát akkor is, tehát oda kell figyelni. De nem is az a lényeg. Ez engem érdekel, erről még nem beszéltél. ezt hagyjuk, mert megbukott a könyv is, tehát én is meg a könyv is. Na mindegy. De ez nekem nagyon tetszik tényleg, hogy így akkor... De most mit fogsz tanulni? Most egyelőre nem tudom, most egyelőre csak élvezem az életet, most ott tartok. Igen? Uh-huh. De ez hogy lehet? De mit élvezel? Hogy? Hogy hát csinálom? Úgy, most megint egy kicsit befelé fordulok, és most megint a stúdióban vagyok is alkotok. Uh-huh. Most megint a fotózás élet a főszerep. Uh-huh. Mennek oda emberek, és fotózod őket? Nem, most rákaptam a tárgyakra. Ja, tárgyak. Uh-huh. Meg az állatok? Kutya még egyszer lesz? Ja, az mindig van, de most nem. De ez hogy van ilyen időszakosan? Te akkor begubózol, uh-huh. ott egy kicsit így magadtól föltöltődsz, ugye? Lehet ilyet mondani? Igen. És akkor utána egyszer kirúgod az ajtót, és akkor gyerünk nagy világ. Akkor itt vagyok, császok. Írtam egy könyvet. Egyet? Ötöt? Hát jó, utána 2 hét múlva megjelenik a következő, lehet számolja. De ez most nagyon jó, hogy ezt is mondtad, tényleg. Ez szerintem most biztos lesz egy pár ember, aki fel... pontosan ezek a dolgok, amik szoktam mondani, hogy a napi jó cselekedetemnek meg kell lenni, és hogy tanítom az embereket. Tehát ugye, amit itt is azért nagyon sokszor lehet azt tapasztalni, hogy nem nagyon segíti a magyar a magyart, mert ő is magának kapart, aki egész szerint, akkor kapart ki te is magadnak. Uh-huh. Na én ezt abszolút nem. Tehát én általában mindig segítek. Uh-huh. És tényleg olyan idegeneknek is, tehát felhívnak telefonon, és akkor valami kapcsán, nem tudom, általában Edith szokott engem mindig ajánlani mindenkinek, hogy köszi Edith anyus megint. De egyébként a Pozsonyi Editről beszélünk. Igen. Editnek is olyan energiája van, hogy ez, hát a drágám eljött ide hozzánk, és belépett, és így álltunk, hogy Edith, kávé üdítő esetleg valami, várjatok. És akkor, tehát végül is én imádom ezeket az embereket, mert megpróbálok ilyen energiavadász lenni, de nem sikerül, de azért tényleg szeretem hallgatni. És ezt is, amiket te mondasz, ez hihetetlen. Eleve az, hogy honnan álltál fel, 27 évesen mi történt veled, és azt mondod, két hogy... Két gyerekkel ott voltál, tehát igazából nem is tudod, hogy mi lesz, hogy fog ez kialakulni, vagy hát mi lehet nem, a vége. És egyébként ez miatt egy kicsit bele is dobtam őket a mély vízbe, tehát valahogy úgy mindig úgy voltam vele, hogy basszus, ez lehet, hogy meg fog történni, vagy kiújul, vagy valami, és nyilván azért féltem ettől, és ugye, hogy ők, hogyha anya nélkül nőnek fel, hogy akkor az úgy mennyire, tehát önállóan főznek már 12 éves korban. Drágáim! A 18 éves a fiad, a lányod? 15. Hát 16 lesz márciusban. 16. Uh-huh. 19 hónap van a kettő között. Életem. Olyan írikrek. Igen? Igen. Drágáim. És a lányod mit akar csinálni? Vagy mi az elképzelés? Rajzol és fest. Wow! Igen. Az a kemény. És miket magától vagy tanulja?
Úgy tanulja meg, hogy, de így autodidakta módon ő is tett, nem az, hogy... A YouTube-on megnézi, az már is mehet. Úgyhogy egy csomó festménye van. Milyen? Festménye. Ja, festménye. Uh-huh. És ezek mind mennek fel Amazonra? Nem. Nem akarja? Kis zsebpénz. Nem, mindig én is mondom neki, és mindig mondja, hogy nem, én nem a pénzért akarok festeni, meg így. Anya, én segítem neked a könyvet föltenni, meg a dolgaidat. Az Instagramon pálmavasas art, ha akarjátok esetleg. Persze. Azt is belinkeljük. Becsúszik az is. De például ez lenne jó, hogyha te lennél a Fejriháznak a fotósa, akkor a lányadat be tudod spirálni, mint például az elnöknek a fia, aki 500 ezerért rakja föl a hülye fotó, vagy a hülye festményeit. Hát jó, hát ez biztos, hogy van kettő jó, között hát különbség. Ezt tudod nagyon jó, hogy az Einsteini készfogás az, ami igazán mozgatja a világot. Na, ne is menjünk ebbe bele. Hát Noé, ez valami nekem... Valamelyért bele kell mennünk, nem abból az értelemből, hanem abból, hogy például, amit ugye te is mondtál, hogyha már csak egy embernek tudtunk segíteni, akár ezzel a mai beszélgetéssel, akkor, és végülis ez is egy Einsteini készfogás, mert én találkoztam veled, akit találkoztál valakivel, aki találkozott valakivel, aki... Érted? Szóval végülis kezet fogott velem. Hát én tényleg az Editnek köszönhetem, hogy találkoztam most veled, de itt nézem a fényképedet, és ez hihetetlen, tehát te olyan csajsz, hogy akivel biztos, hogy elmennék kocsmába egyébként, hogy na akkor rögjünk már egy jót, megbeszélgessünk. Még ez olyan jó, mert hogy én józan bolond vagyok, Andi, akkor jó, de most nem azért, hogy most leinni, tehát maga a társaságodra gondoltam. Értem. Csak nekem alap, tudod, mindenki magából indul ki, és én azt mondom, hogy mert, és azért jó, hogy ezt a kocsmát mondtam egyébként, mert mondtad, hogy a többiek a végén a kocsmába fejezik be, és te még akkor is pöröksz, én meg oda akarlak hívni téged, ez tök jó visszajutás volt most. Ebből a kocsmából az lenne, hogy mondjuk elmegyünk hárman, te ott iszogatnál, mi meg ketten elmennünk a sarokba, így azért magunkba. Magatokba jöjjétek. Nem beszélgetni a paleoasztronautikáról. Nem hiszem el, nem. Biztos, hogy ti is rengeteg mindent elmondanátok, még akkor is meg hozzátennétek ahhoz az estéhez, de egyszer majd ki is próbáljuk, most már csak azért is kíváncsi vagyok rá. Jó? New Yorkba úgy sem tudunk menni, mert oda nem tudunk menni. De kertelésével be tudunk ülni bárhová. De nem télen. Hát most kicsit fázok, és mindenhol van ilyen fűtött megfejtés. Én most látom, ide járunk egy kedvenc olasz étterembe, és ott például most már olyan a fűtőberendezés, mint a lámpa, és fölülről jön a meleg, és valami hihetetlen. El se hittük, hogy képes arra, hogy melegítsen ott bennünket, de tök jó volt, tehát semmi zavaró nem volt benne. Hát Noénik, köszönjük szépen. Hogy érzed, hogy amikor megírod a következő könyved, még eljössz hozzánk? Én nem az ember leszek, aki arcom széles vállam, és most bárhova itt is nem fog szóba állni veletek, szóval persze. De nem hiszem, hogy lesz most egyelőre következő könyv. Jó, de ha csinálsz egy jó képet, küld már el nekünk, hogy mutass meg, hogy mi az, amit a beburkolt kis világodban lekattintottál. Mert azért, tehát engem maga a fotózásnak az a része, a végtermék, az tökre érdekel. Tehát imádok fotókat nézni. Ki nem? Hát nem, van, aki sokan nem szeretik. De én szeretem. Azt gondolj bele, tehát ugye mindenki azt mondja, hogy sok a fotós. De én még mindig azt mondom, hogy nincs elég fotós. Tudod miért? Mert ha megnézed, az újságot is, fotó van benne, a könyvborítón fotó van, ugye? Uh-huh. Bemész a boltba, és ott is ugye a szórólapon szintén fotó van. Évszázadok óta fotóval adnak el mindent. Tehát hiába a videó, meg stb. Tehát értem, de attól még mindig szükség van rá. Meg a Craigslisten is. Most például ez most megint, így van. De hogy most megint ez egy nagyon durva dolog. Nagyon sokan például nem járnak fotóshoz. És most otthon Magyarországon néha egy városnyi gyerek tűnik el. És nincs éppen aktuális fotó a gyerekéről. Vagy jó minőségű fotó. Mert egy mobillal soha nem fogsz tudni olyan minőségű fotót csinálni, mint amit egy normális megvilágítással egy... Most is jót mondtál egyébként, ügyes. Továbbiakban pedig most gondolj bele, hogy ezt, ha most megfotózzuk, lehet, hogy ez meg lesz videón, persze, mert felkerül a YouTube-ra, de mondjuk, hogy csak a kerthelységes beszélgetést mondjuk,
És mi van, hogyha ha erre 5 év múlva te nagyon szívesen emlékszel vissza, vagy nézed, hogy hú, 5 évvel ezelőtt még kevesebb ráncom volt. Érted? Tehát, hogy azért itt mi befagyasztjuk az időt, ami, most gondolj bele, hogy régen milyen volt New York, és azt honnan tudod, te nem éltél 1919-ben, de megnézed azt a fotót, és megnézed most, és mennyire megmelengeti a szívedet. Tehát fotósokra mindig szükség van. Csak ezt nem nagyon akarják megfizetni, mert az emberek nem tudják, hogy mi munka van mögötte, hogy hány óra retusálás, és nem azért, mert hogy agyon kell photoshopolni a dolgokat, hanem lehet, hogy csak átszínezem a felsődet, mert úgy kerül komplementer harmóniában, színharmóniában a háttérrel, és úgy adunk plusz valamit még a képnek. Tehát nem feltétlenül kell plusz dolgokat odarakni egy kompozícióba. Jó, amit mondasz, tetszik. Ez végszónak is tökéletes. Köszönjük, hogy eljöttél. Nem szíves. A pillanatot megörökítjük, ezt is föltesszük majd, jó? Na mindegy, ha végszó, akkor már nem mondok semmit, ha végszó, akkor majd itt levágni. Jó, oké, írd le. Írd le, és az Amazonon kinyomtatjuk. Nem, különben azt akartam kérdezni tőled, hogy azt mondtad, hogy 1919 hogy nézett ki New York, ha te neked lenne egy időgéped, te hova mennél vissza? Melyik időpontba? Na? Sok helyre egyébként. Okay. De ezen nagyon sokat gondolkoztam, ugyanis múltkor néztem egy olyan sorozatot, ami ilyen időutazásról szól, és hát olyan korokba is bekerültek ott az emberkék, amikor még igen, csak a nőknek semmi szavuk nem volt, és hát ott erőszak, meg egyéb ilyen dolgokba is belekeveredtek. Meg ugye a boszorkány égetés, amikor melyik kicsit volt többet ez? Tudnál. Fú, már nem tudom a sorozat nevét. Most így hirtelen. Outlander? Az. Ó, nagyon, nagyon király. Igen, rákattantam én is. Általában a dokumentumfilmeket nézek folyamatosan, vagy pedig olyan sorozatokat, amiből lehet tanulni. Tehát amiből, ami egy kicsit akár realisztikus is lehet, vagy pedig kedvenc könyvem, ha pedig ajánlhatok egy könyvet, akkor a Sehol lakók. Az olyan szinten elgondolkoztat, hogy ez valami hihetetlen. Szóval melyik lenne az időpont? Akkor mondja egy párat. Nem tudom, visszamennék 56-ba is, viszont visszamennék az 1600-as évekbe és Attila korába. Attila kora. Érdekes. Mert ez a magyarokkal való bibi, hogy senki nem tudja, hogy mi van, és akkor finnugor elmélet, meg a stb. Az mondjuk engem érdekelne, és, és szerintem annál jobban, mint hogy visszamész ott, az időben. Igen, ott valami nagy sumi lehet. Igen, tehát annál nagyobb bizonyíték nincs nyilván. Ott valamit nagyon el akarnak titkolni, nem akarják, hogy tudjuk, hogy mi kik vagyunk, de mindegy. Viszont visszamennék a Jézus feltámadásának idejébe is. Oda is? Én tudom miért, de oké, akkor Attila, te hova mennél vissza? Figyelj, én is biztos kíváncsi lennék erre az Attilás időszakra, tehát hogy mi az, ami történhetett, meg történnie kellett valaminek, hogy ennyire ott vagyunk Európa közepén, és a nyelvünk semmi, oké, hogy vegyültünk ezzel azzal népekkel, de valami nem tudom, biztos, hogy van. A másik, hogy én egy olyan 1600-1700-as években Olaszországba, és én hiszek abban, hogy én valamikor ott éltem, és szerintem vándorszínész lehettem. Vagy New Yorkból szesztillalom idejére mi? Hát ez kis alkoholcsempészni, hogy mégis a családot muszáj fönntartani. Az is jó, igen. Oké, most már zárhatunk? Nem, beszéljünk még. Nyugodtan zárhatunk, persze, Attila. Már fölötték a pizsgó. Nem, kijött a repülőgépnek a lába, azt mondod. Vagy hát a kereke. A kereke, ja, a repülőgépnek nincs lába. Bárki tudja, hogy te mit találsz még föl. Lehet, hogy egy ilyen futógépet föltalálsz. Na, én köszönjük szépen. 1000 millió képet kívánunk neked. Nagy sikert az Amazonhoz, a könyvekhez. Ez egy nagyon jó volt, hogy ezt mondtad, ez nekem nagyon tetszik. Meg hát, hogy elmesélted ezt a te kis sztoridat. De ez is 2 éve megjelent könyvek, szóval. Oké, de maga, mint a lehetőséget elmondtad, ez tök jó. Persze. Meg, hogy így egyszerűen fogod magad, és akkor megírsz 12 könyvet, amire azt mondtad, hogy
Jó, fog meg a söröm, megírom addig. Kb. Amúgy. Tehát, hogy igen, tehát így is lehet fölfogni az életet, és tök jó fogod föl, és ez hátra inspirál embereket, és azt mondják, hogy megcsinálom én is, ha valami megcsináltak. Bárki meg tudja csinálni, tehát hogy ez nem kell atomfizika, vagy egyetem, vagy bármi. Uh-huh. És egyébként még tanítok is. Na, akkor most már ne fejezzük be, mit tanítasz? Magyart tanítok uh-huh. így gyerekeknek online. Uh-huh. Nem mondom meg, milyen óra bérért. Mert akkor infarktust kapsz. Akkor elkezded dobálózni megint, akkor már adáson kívül. Mondjad, könyörgöm, mondjad. $60. Azonban nem tudok most mit eldobálni, a telefonomat tudnám meg a ceruzámat, de nem akarom. Jó, hát... Várja, most én meg hallottam egy nagyon-nagyon jó dolgot. Na mit? Amit most így okosságba el lehet mondani. Igen. Azt mondom, hogy... Ha adnák neked, várj, hogy is van, ha adnák neked $10 millió, mit tennél érte? Adnál nekem $10 millió, mit tennék? Nem tudom. Mit kell tenni érte? Ha én valamit kérek tőled, akkor azt megtennéd? $10 millió? Én nem. Nem? Nem. Oké. Okay. Noah, te? Ha már kérsz valamit $10 millió, az már nem lehet kicsi. Amit kérsz tőlem. Oké, okay, hogyha akkor azt mondom, hogy van $10 millió. És mire költsem? Akkor mire, el tudom-e költeni? Igen, hogy te mire költöd? De sejtettem, hogy ezt mondod. Végül is ennek az egésznek az a lényege, hogy minden nap kapsz 86.400 másodpercet. És mire töltöd el? Mire költöd el? Mert hogy nem viheted át a másik napra. Uh-huh. Szóval most kapnál $10 millió, mire költenéd úgy, hogy nem viheted át holnapra. Jó, hogy a mai napon, de azt nem tetted hozzá. Nem, ez lett volna a lényege, hogy, és azt mondom, mert és azt el tudnád költeni a 10 milliót, de a napi óráddal, 24 órával nem tudsz mit kezdeni. Ja. Szóval a történet lényege, és mi van? Van $10 millió, de holnap meghalsz. Uh-huh. Akkor közben nyomogattam a gombat. Szóval az a lényeg, szóval ennek... Te látszódj, igen. Nem, amikor én beszél... kamerában mondjad. De mondjad a kamerában. Nem, amikor, oké, a kamerában akkor azt mondom, de neked, mert veled beszélek, igen. Nincs kamera. Igen. Hogy ha azt mondod, hogyha én azt mondom neked, hogy adok $10 millió, de holnap meghalsz. Akkor te azt mondod, hogy nem kell, és miért? Mert az életed többet ér, mint $10 millió. Egy napot többet ér, mint $10 millió. Szóval te így gondolkodj el a saját életedről, hogy neked mennyire értékes az életed. Érted? Ad ide a 10 milliót, jó? És akkor holnap. És várj, akkor ki fog dumálni a podcastbe, mert hát én azt látod, hogy én annyira hát figyelj, nem tudom. Megoldjuk valahogy, nem tudom. Előre fölveszünk egy párat. Egy nap alatt, ja. Jó van. 10 millió itt lesz nálam, és mégis azt mondom, hogy hát sokra nem mentem vele, mert fölveszünk 4-5 vendéget, vagy 10-et, ja. És estére már kakukvirág van. Várja, Pozsonyi, gyere, még föl kell téged is venni. Jó van, no, jó van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. És hogy megtiszteltél bennünket. Jókat mondtál, tetszik. Ügyes. Évesem. Milyen csönd lett, nem? Vagy megint kell 10 másodat? Mert mindenki belegondolta. Ja, igen, a 10 millió van. Az életed értékébe, hogy ja. Megtér az életed. Sziasztok, találkozunk jövő héten is. Sziasztok.